Jó napot! Bemutatok egy eladó Opel Vectrát, C Vectrát. Ott az hallásszáma. Ez az autót 2003-as évjáratú, a gyártása is. Ezt az autót egy nagyobb értékű járműbe számoltam be, mert én autókereskedő vagyok. És az előző tulaj 2016. február óta az övé volt. Így. És itt ő az. Jelenleg a beszámolt állapotot mutatom. De majd én ezzel fogok foglalkozni, úgyhogy most megmutatom, mondjuk most milyen. És augusztus végére van időpontom. El fogom vinni políroztatni. És kárpitoshoz fogom elvinni, mert szükség van rá. Most egy gyors körbejárom. Ilyen nagyon nagy horpadások nincsenek. Minimális a kilométerhez képest minimális sérülései vannak. Ilyenek vannak, ami miatt én el fogom vinni políroshoz. Vannak ilyen picike karcok. És a nagy különlegesség ennek az autónak, hogy gyári fényezés körbe, kivéve, mindjárt mutatom, hogy hát így. Megmutatom a másik oldalt is így. Kivéve, fényezése visszatérve, ez gyári. Meg kell nyomni mindig egy ilyen gombot, hogy engedje meg, hogy kinyissam. Így. Na, így van a hátsó csomagtérajtó. Le lett véve róla a GTS felirat, de megvan ott a könyöklőben. Így van a csomagtérajtó, és ez volt fényezve, ez a rész innentől fentről idáig. Ez az alsó rész nem volt fényezve, és ez a fenti vízszintes sem volt fényezve. Valamilyen kisebb dolog lehetett, ami miatt ezt a középső részt újra fényezték. Így. Most megmutatom a belsejét. Amit alapból fog kapni, az egy teljes kárpit tisztítás, mert az ráfér. Igyekszek lassan és egyértelműen videózni, hogy jól lehessen látni az állapotát. Így. Tetőkárpit. Hát az Opel-es. Mondjuk úgy, hogy Opel-es, más néven lóg. Félbőr belső, ez a külső részhez bőr, ez a belső rész pedig szövet. Az ajtókárpitok is teljesen bőr, ez a rész is bőr. Itt ezek nem sérülések, hanem hála jégnek az Opel ezt folytathatná az autóipar, hogy nem feszítik rá ezt a bőr részt az ajtókárpitra, mert ahova rá feszítik, ott nyilván egy-két év múlva ott el fogja engedni a ragasztás, és ott ilyen budgyós lesz. És az Opel nem, de majd mindjárt mutatom, hogy milyen az összes kárpit. Amúgy nagyon szép díszvarrás van végig. Pont ezért fogok én rákölteni most, mert maga az autó 100%-osan megérdemli, hogy igenis ez ennél sokkal szebb állapotban legyen. Itt a középső résznél is lehet látni, hogy nincs megfeszítve rajta bőrhúzat. Az Opel az ezt az utat választotta.
Már például most az új alfáknak egy éves korában ez már itt lifeg, ez a rész. Mert túlságosan megfeszítették gyártáskor, és nem gondoltak a jövőre. Azt mondja, hogy most megpróbálom kinyitni egy kézzel. Így. Mielőtt elfelejtem, ezek a gumik ilyen 70-80 százalékosak, 17-esek. Az első inkább 89-en, a hátsó az pedig ilyen 70 környékére satszolom. Mindjárt mutatom még, hogy mi jár az autóhoz. Van téli kerék. Ez csak gumikarnitúra. Nem tudom, hogy mennyire jól lehet látni. Ez is ilyen 70-80, ez bőven 80%-os gumik. Így. Így. Na, megyek tovább. Ja, a polírozáson kívül fog kapni még lámpák. Azok már nyilván mattok, mert még soha nem volt lecserélve. Érdemes ám elmenni megnézni, hogyha valaki ilyen autót szeretne. Én azért nem annyira foglalkozok ezekkel a régebbi autókkal, mert nem lehet kifogni belőle a jót, vagyis nagyon nehéz. Mert nyilván ennyi idő alatt, ennyi kilométer alatt már igenis vagy összetörték egyszer, de inkább már kétszer. És ennek ilyen nem lehet ilyeneket csak úgy kifogni. Ez itt például itt hámlik le a fényezés, ezzel nem fog tudni mit kezdeni, mert ez így fog maradni. Hogyha valaki nagyon sok energiát szeretne beletenni, akkor ezt le kell fóliázni. Az a legegyszerűbb, meg ezt a mellette részt is, hogy ne üssön el. És ennyi. Menni mentem vele, elmentem vele egy hát közel 300 kilométert, és igazából nem tudnék mit említeni, amire igazából költeni kellene. De menjenek el megnézni többet, és akkor tudnak mérlegelni. Ez úgy működik ez az ablak emelő, hogy ha ez ide fel van tolva, akkor a két első ablakot irányítom, hogyha le van húzva, akkor a két hátsót. Így. És ezt az ülést fogom még megcsináltatni a kárpitossal. Itt ezt így előrébb húzom, és akkor jobban meg tudom mutatni. Na, a kárpitos, ugyebár ezek mindig így kijönnek innen, légzsák mögül, ezt kijönnek, ezt visszatettem a helyére, de pont úgy van elszakadva, ez a kibeszállástól van amúgy, pont úgy van elszakadva, hogy ezt is ki kell cserélni, ezt a külső részt, és ezt a belső részt is. Úgyhogy ez itt majd ugyanilyen bőrt fog kapni. Igazából majd nem lehet majd észrevenni, hogy ez új, nem lesz szembetűnő. Meg talán még a sebességváltót, mert az ilyen itt szétnyílt. Azt mondják, hogy ez is típus.
ezek természetes dolgok ennél. Lehet, hogyha már kárpitosnál van, akkor meg fog csináltatni rajt mindent. És most van benne 237.181 kilométer. Hát, akkor így röviden ennyi. Nagyon jó, amúgy nem tudom, hogy ez a kerék teszi így, vagy mi, de olyan jó kiállása van, ilyen jó nézni. Így. Nekem tetszik. Így. Hát akkor így. Ennyi. Akármilyen kérdésük van, hívjanak nyugodtan. Amíg ezt a videót fogják látni, addig nincs megcsináltatva az autó. Ahogy megcsináltatom az autót, hát ilyen augusztus végén fogják megcsinálni a kárpitozást, és egy héten belül meg fogják csinálni a polírozását. A jelenlegi ára, ami most a használt autón fent van, az így érvényes erre az állapotra, hogyha meg fogom csináltatni. Nagyjából ilyen 200 ezeret, 250 ezeret fogok rákölteni, annyival lesz majd drágább az autó. A téli gumi az természetesen benne az árba, ez nem plusz pénz, úgyhogy így röviden ennyi. Akkor hívjanak, hogyha van kérdés. Viszlát!